A tervek szerint lesz éjszakai kalandúra, közös főzés és természetesen számos zenei program az idei városnapi rendezvényen. Berlinger Attila, a szervező Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondta, idén olyan elemek is bekerültek a tervekbe, amelyek elsősorban a közösség erősítését szolgálják. A Babits Kulturális Központ szervez olyan kisebb kulturális programokat, olyan közösségi összetartó elemeket tesz ehhez hozzá, amitől tényleg a szekszárdiak itthon érezhetik magukat, egy kicsit megismerhetik a városukat, rejtett titkait, és sok ilyen érdekesebb, kisebb programot szoktunk mihez hozzáfűzni. Péntek éjszaka például zseblámpás kalandtúrára várják a szervezők azokat a csapatokat, akik szívesen részt vesznek egy nyomozáson a régi korok eseményei után. A hétvége fellépői között ilyenkor a helyi csoportok kapnak prioritást, így lesz ez idén is, és a programba visszatér egy régi, szeretett elem is. Nagyon sokan emlékszünk azokra az évekre, amikor a Szent László napok keretén belül június végén a Béla Király téren egy nagy főzőverseny, illetve közösségek által összehozott kis főzőprogram zajlott. Egy kicsit ezt szerettük volna feleleveníteni. Idén május 1-én a Majális keretében itt a Babits Kulturális Központ melletti füves területen már nagyon sokan jelentkeztek, civil egyesületek, baráti társaságok, hogy örömmel összejönnek, nem egy verseny keretében, hanem mindenki a kedvenc receptjét bemutatva, bogrács ételeket főz és jó hangulatba egymással beszélgetve eltölt néhány órát. Ezt a város napjára újra meghirdettük. A szükséges infrastruktúrát a szervezők biztosítják. Augusztus 29-én ünnepi testületi ülésre kerül majd sor, melynek keretében átadja a város vezetése az idei esztendő városi díjait.